A legősibb sportág a tájékozódási futás. Az ősembernek az élete függött attól, hogy üldözője elől vissza tudott-e menekülni védelmét nyújtó barlangjához, vagy eltalálta a számára fontos helyekre. A mai civilizációs embernek is alapvető a tájékozódás. Legyen az eligazodás egy ismeretlen városban, például nyaraláskor, útvonal megtervezése egy hivatalos út alkalmával, vagy csak egy bevásárlás a szupermarketben. A tájékozódás mindennapi szükségletünké, készségünké vált. A futásról, testmozgásról pedig sajnos egyre inkább leszoktunk. A tájékozódási futás, röviden tájfutás sportága lehetőséget ad a szellemi és fizikai készség együttes próbára tételére. A versenyzők egy számukra ismeretlen versenypályán haladnak végig, egy természetes környezetben, erdőben, parkban, ez esetben harangodon vezetett. A térképen megjelölt ellenőrző pontokat kell meghatározott sorrendben megkeresni, és a legrövidebb idő alatt a célba érni. Az útvonalat a versenyző a pontok között maga választja meg. A versenyeszközei a tájoló és térkép. Itt harangodon már elég sok versenyt rendeztünk, azok kisebb volumenűek voltak, inkább ilyen regionális jellegűek. Ez egy országos bajnokság. Ebben a formában most van először megrendezve ez a versenyforma. Eddig külön volt országos hosszútávú bajnokság, meg országos csapatbajnokság. Most egy időpontban rendezünk országos hosszútávút, ez a szenioroknak 35 évtől idősebbeknek, illetve 21 évtől fiatalabbnak pedig csapatbajnokság van. Alapvetően egy előnevezés van egy ilyen országos bajnokságra. Ez március 25-én zárult, utána már csak a kísérő kategóriákra lehetett jelentkezni, illetve arra még most a helyszínen is van lehetőség, de itt nagyon szigorú szabályok vannak nevezésügyileg. Nevezni a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség honlapján keresztül lehet, ott van egy ilyen nevezési felület és akkor ott. A tájékozódási futás a kikapcsolódás különleges formáját adja a 21. század emberének, hisz sport közben visszavezeti a természetbe, az egészséges környezetbe, fejleszti a probléma megoldó és döntés képességet. A versenyek során nem csak a terep, de a környék természeti szépségeinek, földrajzi, kulturális kincseinek felderítésére is alkalom nyílik.